Csabai Kolbászfesztivál, de ez Békésváros nagyon is érinti. Hogyne, duplán is. Tavaly mi voltunk a díszvendégek, akkor belekóstoltunk egy kicsit a sűrűjével. Most meg azért érint, mert a Gyergyószentmiklósiak a díszvendégek, úgyhogy egy picikét segítünk nekik, hogy hely tudjanak állni. A mai napon nem feledkezhetünk meg az 58 évvel ezelőtt történt eseményekről sem, amikor a pesti fiatalok példát adtak nemzet szeretetből, bátorságból és utolsó percig kitartásból. Az ő életük nem ment kárba, nem ment veszendőbe, mert ez az elképzelés, amit 1956-ban letettek, ez mai napig is él, mai napig is bennünk van, de most hála a fennvalónak, hogy egy új kormány formálásával, a nemzeti értékekre alapulva le tudtunk bontani azt a szöges dolgból felemelt kerítést, ami mostanig körbezárta maradék is Magyarországot. Egyesítette azokat a testvéreket, akik több mint 94 év után elválasztottak az anyjától. Most ismét együtt lehetünk, meghívásnappal közösen ünnepelhetünk, és azokra a tradíciókra és hagyományokra, amelyekre itt most fennelünk, közösen emlékezhetünk. Lehet, hogy nekünk az elszakadt országrészekben élő magyaroknak fontosabb ez az esemény, hiszen 1956-ban egy olyan lehetőség volt a magyarság számára, ami akkor nem zárult be, hiába, hogy elveszett a forradalom, tovább élt az emberek lelkébe, és igazából most az elmúlt időszakban valósult meg, amikor a nemzeti kormány összeállva egy olyan lehetőséget teremtett a magyarságnak, hogy most itt lehessünk, találkozhassunk, és ezt az értéket tovább tudjuk vinni. Elhoztuk ide Gyergyószentmiklósnak, Erdélynek, Székelyföldnek egy csipetnyi falatát, hogy belekóstolhasson mindenki kisvárosunk életében, belekóstolhasson abba a tradícióba és abba az életben, amelyet mi ott, Székelyföldön, a határokon megvívunk nap mint nap. Ezzel a jelenléttel felszeretnénk feltenni mindenkinek az érdeklődését, hogy ne találkozzunk azzal a kérdéssel, hogy ti milyen nyelven beszéltek, ne találkozzunk azzal a kérdéssel, hogy ti honnan vagytok, hanem mindenkinek egyértelmű és érthető legyen az, hogy nincsenek közöttünk határok, egy nemzettest vagyunk a Kárpát-medencében. Együtt visszük a tradícióinkat, együtt üljük meg az ünnepeinket, és együtt adjuk tovább, és hírül a nagyvilágnak, hogy létezünk, vagyunk, és maradni is fogunk. Mindenkit szeretettel várunk Gyergyószentmiklósra. Gyertek el hozzánk, mert mi is mindannyiszor eljövünk, és azért harcolunk, hogy a fiaink ugyanilyen rendezvényekre legyenek hívottak, és eljöhessenek, és ne végleg kelljen eljöjjenek Székelyföldről, Gyergyószentmiklósról, a mi szülőföldünkről. Ebben segítséget kérünk tőletek, itt vagyunk, mi is segítünk nektek, és közösen tudjuk megvalósítani azt, amit 1956-ban a pesti srácok elképzeltek. Gyertek Gyergyószentmiklósra, de ne feledjétek, a medve nem játék. Köszönöm. A Kolbásztöltő Fesztivál az nem csupán egy fesztivál, hiszen ezen túlmutat. A Kolbásztöltő gasztronómián keresztül ráfigyelve és rámutatva az egészséges táplálkozásra azt a kolbászt, amit itt Békés Csabán és környékén töltenek, ezt kéne fogyasztani minden egyes magyar ember, azért, hogy egészséges legyen és egészségesen tudjon gondolkodni. Mi is sokszor rendezünk főzőversenyeket, különböző gasztronómiai találkozásokat, ezzel is felhívva a figyelmet arra a gasztronómiára, arra az étkezési rendszerre, ami nálunk megtörténik, és ezáltal viszont mi szeretnénk csalogatni Gyergyószentmiklósra a magyarországi testvéreinket, vagy akár a más világból bárhonnan odalátogató személyeket, akiknek megkínáljuk és elfogadhatjuk azt az ételt, amivel mi táplálkozunk, és amit mi is előszeretettel fogyasztunk. Találkozunk legközelebb Gyergyószentmiklóson. Szeretettel várunk mindenkit a december 6-ai főzőversenyre, ott is hasonló élményekben lesz, nézzük, garantálom. Büszkék vagyunk arra, hogy bemutathatjuk a csabai vendégszeretetet, azt, hogy készül a csabai kolbász, miért finom,
és hát nagyon bízunk abban, hogy nagyon sokan viszik el országszerte és határainkon túlra a csabai kolbász hírnevét. Békésváros mire számít az új városvezetéssel? Én nagyon jó kiegyensúlyozott kapcsolatra számítok. Személyesen nagyon jól ismerem a polgármester urat, még korábbi időszakból egy nagyon kellemes, jó képességű úriembert ismertem meg benne. Nyilvánvaló, hogy ez is meghatározza a kapcsolatunkat. A másik rész pedig, amit már korábban is tisztáztunk vele is, meg a gyulai polgármester urral, Görgényi Ernővel, hogy ennek a három városnak együtt kell működni a jövőben, még jobban együtt kell működni a gazdasági fejlesztések terén, a turisztikai fejlesztések terén, mert még nagyobb vonzerő lehet. Én biztos vagyok benne, hogy a Szarvas Péter polgármester is nyitott lesz erre a dologra. Szerintem itt a Kolbász Fesztivál alkalmat ad arra is, hogy erről is váltsunk néhány szót. Van nagyon sok lehetőség a megyei turisztika fejlődésében, és értesültem arról, ugye, hogy Izsó Gábor úr és dr. Görgényi Ernő polgármester úr is kész arra, hogy a három város együttműködését ezen a területen is kiterjesszük. Én magam is nyitott vagyok erre, hiszen úgy gondolom, mind a három város érdeke, hogy fejlődjünk, minél több látogató legyen, mind a három város tud ebből profitálni. A három városnak egyenként megvan az értéke, de együtt tudnánk igazából erősek és figyelemre méltóak lenni. Azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdés az, hogy azokban az értékekben, azokban az adottságokban, ami minket jellemez, amiben itt nekünk lehetőségünk van a fejlődésre, abban kell fejleszteni, és nem véletlenül a megyei önkormányzat az elmúlt időszakban a sertés stratégiát, mint a csabai és a gyulai kolbász, mint hungarikumok alapanyagát van is gondolkodott, hanem nagyon sok minden másban, hiszen nagyon sok olyan érték van, amiben gazdasági értelemben is, legyen ez turisztika, legyen ez feldolgozóipar, vagy kereskedelem, fontos, hogy ezeket a helyén kezeljük, és természetesen fontos az, hogy ezt gazdasági értelemben véve a megyében élő embereknek lehetőséget biztosítson. Szeretnénk elismertté tenni azt, hogy Békés megye Magyarország éléskamrája, Békés Csaba meg a centruma. Sokat kell ezért tenni. Jelenleg ismerkedem azokkal a koncepciókkal, programokkal, amely az egész élelmiszerfeldolgozó vertikum erejét növelné. És nagyon bízom abba, hogy a mi programok születtek eddig, azok életképesek, tudunk hozzá támogatásokat szerezni, és néhány év alatt egy igazi, erős Békés megyei élelmiszerfeldolgozóipar lesz. A Békés megyei értéktárnál több mint egy éve megkezdte a munkáját, és valóban olyan döntéseket hozott, ami én azt gondolom nyugodtan a Csabai Kolbász Fesztiválon, a Csabai Kolbász és a Kolbász Fesztivál hungarikum, és bízunk benne, hogy hungarikum várományos, ami azt jelenti, hogy mind a kolbász, mind pedig ez a rendezvény már egy tradíció, és egy olyan igazi értéknek a közvetítője, amelyre én azt gondolom a jövőben is nagy szükség lesz a megyének. Egy érték az nem csak úgy értéke az itt élő embereknek, hogy minden nap van lehetőségünk megkóstolni, bízunk benne, hogy több nap, mint kolbász, hanem gazdasági értelemben is olyan érték, amelyet meg tud jeleníteni ez a megye. Hát kérem szépen, ez egy kolbász torta. Kolbászból készül, és biztos vagyok benne, hogy nagyon finom ízű. Aki megkóstolja, az mire számítson, milyen ízre? Hát természetesen a csabai ízre, intenzív, finom ízvilága, tehát egy kis csípősége, egy kis füstíz, és természetesen hát maga a csabai kolbász teljes ízvilágában. Tehát ne édességet várjunk, ne édességet várni, hát egy csabai kolbász fesztiválon csak kolbászból készített volt mélyig. Világos. Közel 100 000 ember jön el a Csabai Kolbász Fesztiválra most már évek óta. Én magam is rendkívül hálás voltam eddig látogatóként, most már polgármesterként a szervezőknek azért, hogy ezt a hihetetlenül precízen összerakott programot meg tudták valósítani, és hát ahogy említettem, közel 100 000 embernek okoznak örömet, vidámságot. Békési pálinka, békési kolbász, így együtt azért elég jó kis turisztikai vonzerő lehet. Hát ez az is egyébként, úgyhogy aki belekóstol, az biztos, hogy visszavágyik, meg szereti, nagyon finom mind a kettő. Önmagában is, de együtt aztán igazán csúszik, kellemes. Az új megbízatásában ugyanúgy Békés megyei szívvel fog tovább dolgozni.
Az igazság az, hogy teljesen mindegy, hogy az ember milyen területen dolgozik, a bőriben nem tud kibújni. Azért azt mindenképpen fontos elmondani, hogy bizonyos értelemben törvények és megfelelő keretek között kell végezni a munkát, és a szabályszerűség és a szabályosság ez egy nagyon fontos mérföldkő, hiszen uniós források kifizetéséről van szó, de természetesen én bízok benne, hogy nagyon sokat fogunk tudni segíteni a Békés megyei pályázók sikeres megvalósításának a programjaiban, és bízok abban is, hogy közelebb tudjuk hozni a pályázókhoz, az emberekhez azt a tevékenységet, amit a regionális fejlesztési ügynökség vonatkozásában most már nyugodtan mondhatom, egy pár napja megkezdtem, és bízok benne, hogy ezt jó színvonalon fogjuk tudni folytatni. A csavai kolbász az inkább egy tájjellegű kolbász, nem csak ami Békés Csaba belterületén van, hanem szerintem az egész megyére jellemző lehet, sőt tudom azt, hogy az itt a büfébe kapható kolbászok nagy mennyiségét Békésen készítik, tehát a békési hentesmesterek, kolbászkészítők is jelen vannak, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy a gasztronómiai tudományunkat mi is meg tudjuk mutatni itt.